Sziasztok, Viktor vagyok. 20 éves, fehér, magyar, nem megkeresztelt, férfi. Kb. Ennyit tudsz a személyimről, de nem a személyemről, mert lenne egy kérdésem. Hol ér véget a sztereotípia és hol kezdődik az előítélet? Mivel az előbb felsorolt attribútumok alapján én egy elbaszott generáció elbaszott tagja vagyok, feltehetőleg szarzenét hallgatok, jó eséllyel rasszista vagyok, turulmadár volt a jelem az oviban, csak dugni akarok, nem hiszek a túlvilágban, de ha létezik, tuti pokorra kerülök, és jó eséllyel minden este a depresszió miatt iszom le magam a sárga földig. Ja, hogy még szlemmelek is, akkor a két legnagyobb problémám, ha elfogy a papír, meg ha elfogy a papír. Sziasztok, Viktor vagyok, és egy olyan világban élek, ahol hiába néztek már cigánynak, hiába néztek már zsidónak, hiába néztek már melegnek, mindezek ellenére sem tudom, hogy hol ér véget a sztereotípia és hol kezdődik az előítélet. Gyors kérdés. Mi az első dolog, ami eszedbe jut Bill Clintonról? Leszopták. És mi az első dolog, ami eszedbe jut Obamáról? Fekete. Persze, rasszista pöcs. A fehéreket mélytorkozzák csak le, amíg a fekete-fehér igen nem játékban. Mi az első tiltott szó? A fekete. Szóval romboljuk le a sztereotípiákat. Fordítsuk meg az összes kialakult kényszerképzetet. Mától. Minden férfi sírja el magát a romantikus filmeken, és a nők tudjanak parkolni. A férfiak szeressék a műkorcsolyát, és a női labdarúgó meccsek végén is legyen messzcsere. Mától a nők hajtsanak rám a buliban, hívjanak meg piára, sőt, minden nő nézzen pornót, különösképpen meleg férfi pornót, a férfiaknak pedig folyton fájjon a fejük, ha már pornó. Nevezzük át az összes interrésőt, kicsit más bőrszínű, de amúgy totál egyenlő emberek dugnakra. A fehér férfiaknak is legyen olyan hosszú és kemény, mint a négereknek. Mármint a történelmük, mire gondoltál? Szóval az ázsiaiak mától nem értenek a matekhoz, sem az elektronikához, és nem árulnak műanyag krokodil papucsot a középosztálynak. A középosztály nem a legolcsóbb sört iszta, nem a legbüdösebb cigit szívja, és egészen biztos, hogy mindig adakozik a rászorulóknak. A magyar családok pedig igenis legyenek együtt minden vasárnap. Vagy a stadionokban, vagy a templomban, máshova amúgy sem mehetünk. Mától egy muszlim emberre sem néznek csúnyán a reptereken, viszont minden fehér, kreol, fekete és ázsiai készüljön fel a beható végbélvizsgálatokra, mert nehogy már a bevándorló rúgja meg a riportert. Az amerikaiak mától teljesen műveltek, nem akarnak random közel-keleti országokat demokratizálni néhány üveg olajért cserébe, és az oroszoknál tartják a legdemokratikusabb választásokat az egész világon. Mától a németek ellustulnak, a brazilok nem tudnak focizni, a görögök befizetik az adót, az angolok nem akarnak folyton különbözni mindenkitől, és kibaszott gazdasági válság lesz Svájcban. Meg Svédországban, meg Norvégiában, mindenhol olyan kurva jól éltek eddig, mert mától az osztrákok szöknek át hozzánk mosogatni. Mi telepítjük ki a gyárainkat a fejletlen nyugathoz. Az egyetemisták nem versengenek, hanem egymást ajnározzák, kinek ér többet a diplomája, sőt, úgy alapjában véve annyira jó a helyzet, hogy az emberek már az utcára tódulnak, és követelnek valami felháborító dolgot a kormánytól, mert nem tudunk megbarátkozni azzal a helyzettel, hogy nem csak Felvidék és Erdély akarja visszacsatoltatni magát hozzánk, hanem az Európai Unió is azonnal követendő példává állít minket, mert itt olyan kibaszott rendben mennek a dolgok. Ja, és nyilván nincs előítélet. Sziasztok, Viktor vagyok, és nincs bajom a sztereotípiákkal. Az előítélettel annál inkább, mert Viktor vagyok. Tök mindegy. Tök mindegy. Tök mindegy, hogy fehér, tök mindegy, hogy magyar, tök mindegy, hogy mi a nevem, tök mindegy, hogy hány éves vagyok. Ez csak a személyim, és nem a személyem. Ne utáld a személyim, utáld a személyem.